Köszönöm, a Cikádor magazin nézői, Gyimóth Éva vagyok. Eredetileg jogásznak készült, és a családi indíttatás is megvolt ahhoz, hogy a közigazgatásban dolgozzon. Azt mondja, számára nagyon fontos, hogy segítséget tudjon nyújtani az embereknek. A szabályok egyfajta biztonságot adnak számára, vallja a Bátasszéki Közös Önkormányzati Hivatalnak új aljegyzője, Félle Anna. Bátaszék új aljegyzője a családból hozta a törvények betartásának tiszteletét, lévén édesanyja is a közigazgatásban dolgozik. Fille Anna is a jogi pályát választotta, de végzett jogászként sem ügyvéd, sem bíró nem akart lenni. Mindig is vonzott a közért való munkálkodás, mindig is, tehát már az általános iskola során is mondjuk részt vettem a diák önkormányzatban. Próbáltam mindig úgy a közérdekét szolgálni. A Pécsi Tudományegyetem Állami és Jogtudományi Karának jogász szakán szereztem a végzettségemet, majd ezt követően ugye, mint mondtam, Szekszárdra visszaköltöztem, ahol a Szekszárd megyei jogú város polgármesteri hivatalának, jogi és hatósági igazgatóságának igazgatási osztályán kezdtem el dolgozni. Ez mindenképpen úgy gondolom, hogy szakmailag előrelépés. Igazából ez volt a célom, amikor megpályáztam a Bátaszék város aljegyzőjének pozícióját. A közigazgatási eljárási rend egy külső szemlélő számára bonyolult. Sok esetben a kliensek nem tudják, melyik ügyet hol kell elintézni. Számomra, mondja Fille Anna, az is fontos, hogyha nem közvetlenül, de mindenképpen segítsem őket. Bátaszék aljegyzőjét 11 jelentkező közül választotta ki a hivatal vezetése. És hogy milyen egy jó aljegyző? Úgy gondolom, hogy valamennyire szigorú vezető, hiszen ugye a feladataim közé tartozik a hatósági iroda vezetése, szakmai támogatása, viszont úgy gondolom, hogy a kollégákkal egyfajta jó kapcsolatot is ki kell alakítani, mert mindenképpen együtt dolgozunk, együtt töltjük az időnk nagy részét, ugye mindenki 8 órát azért a munkahelyén tölt, úgyhogy nagyon fontos, hogy a másikat megismerjük, tiszteletben tartsuk, és tényleg emberként kezeljük egymást. Elsősorban a jegyző helyettesítése a feladatom az ő távolétében. Egyébként ugye, mint mondtam, a hatósági iroda vezetése, szakmai támogatása, az ott dolgozó kollégák segítése, illetve a Bátaszéki Közös Önkormányzati Hivatalhoz tartozó kirendeltségeken dolgozók szakmai támogatása, segítése. Ugye ide tartozik Alsónyék, Alsónána és Sárpilis község is. Illetve ugye Bátaszékváros önkormányzata, Alsónána, Alsónyék és Sárpilis község önkormányzata képviselőtestületi döntéseinek az előkészítése, az ő munkájának a segítése, illetve a Német Nemzetiségi Önkormányzat munkájának a segítése, jegyzőkönyvvezetés, a pályázatokban való jogi segítségnyújtás, szerződések megírása, szabályzatok szerkesztése. Minden, amiben a jegyző munkáját tudom segíteni. Felkészült kollégák fogadtak a hivatalban, így aránylag könnyű dolgom volt a beilleszkedéssel, mondta Fille Anna. Egyelőre nem gondolkodom azon, mi lesz a továbbiakban. Ez a munka kielégíti a szakmai elvárásaimat. Most tanulok, mondja Bátaszék új aljegyzője, hiszen a közigazgatási irányítás egy nagyon sokrétű és számomra izgalmas feladat. Rendhagyó módon szűk körben zajlott az idei első közgyűlése a Bátaszékváros Polgárőr Egyesületnek. A megbeszélésen az elmúlt eseményeket, kialakult statisztikákat és a jövő terveit beszélték meg a jelenlévők. Bátaszékváros Polgárőr Egyesületének nem a szokásos módon zajlott az új év indítása. Minden évben a polgárőr közgyűlés szokott lenni az alapja annak a találkozásnak, amikor a szekszárdi rendőrkapitány, városunk vezetői és a polgárőrök lévőnek is kiértéklik az előző évet, és feladatot szabnak az aktuális évre. Ugye ez a vírushelyzet miatt minket is egy újfajta beszélgetésre ösztönzött, és akkor találtuk ki, hogy egy ilyen 4 szem közti, 6 szem közti beszélgetésen meghívjuk a városi rendőrkapitányt, dr. Marcsek Sándort és városunk polgármesterét, dr. Bozsolik Robertet, és zárt körben adtunk nekik tájékoztatást a tavalyi év munkájáról, és közösen próbáltuk meg az idei évet megtervezni. A tavalyi esztendőben csökkentek a szolgálati órák száma, ugye ez pont azért, mert rengeteg városi rendezvény, állami, egyházi rendezvény, sportrendezvény elmaradt, nem kellett biztosításban részt vegyünk. A felsőbb utasítása, ugye nekünk is vezetői szinten megszabták azt, hogy a szolgálatba max 2 ember mehet, nem mehettünk 4-en, 5-en. Emiatt is csökkent a szolgálati órák száma,
plusz ugye 65 év felettiekre vigyázva nem is küldtük szolgálatba. Itt ez miatt lett egy jelentős szolgálati csökkenés, ellenben a szolgálatban megtett kilométer, vagy szolgálatban töltött napok száma nem csökkent, ugye ez azért lehetett, mert elláttuk a szolgálatot, csak csökkentett létszámban. Tavaly előtt, azaz a 19-es évben 8000 volt körülbelül a szolgálatban töltött órák száma, de itt a kis települések is belementek, tehát Mátaszéken úgy veszem észre, hogy a harmadára csökkent. Tehát ilyen 6000 körül szokott lenni a szolgálati óra, ez most 2000 körül lett most. A város minden felkérésének eleget tettek 2020-ban is, és az önkormányzat és a megyei polgárőrszövetség támogatta őket abban, hogy zavartalanul és biztonságosan tudják végezni munkájukat a járvány ideje alatt is. Az évelei szűkörű megbeszélésen részt vett Marcsek Sándor rendőrezredes, a szekszárdi rendőrkapitányság vezetője is. Kapitány úr határozott elképzelésekkel jött ide, hozta magával Dudás Zsolt, közrendvédelmi osztályvezetőjét is. Ők a rendőrség részéről adtak tájékoztatást a tavalyi évről, és viszont kifejezte, sőt kijelentette, hogy ebben az évben a polgárőr rendőrszolgálat elmélyítését tűzte ki célul, ez a zászlaj, amit ő szeretne vinni, és kézzelfogható szolgálatokat szeretne látni a polgár és rendőr között, ami ugye abban fog megmutatkozni, hogy átülve egymás autójában könnyítjük, segítjük egymás munkáját, és esetleg egy időben több területre fogunk tudni eljutni polgárőrök, rendőrök együtt közösen. Példa mutató, a mi működésünk hosszú-hosszú évek óta. Ugye hál' Istennek a Bátaszéki állományban dolgozó rendőrök hosszú évek óta itt vannak, tehát nincs az a nagy fluktuáció, ami van máshol. Tehát egy stabil csapat van, a mi csapatunk is elég stabil, kb. Egy idős a kemény mag, tehát egy fiatalos lendület van mind a két csapat részéről. Nem mutatkozott az az igény, hogy mi ennél szorosabbra, de hogy a kapitány így, akkor mi nem zárkozunk el tőle, tehát be fogunk ülni egymás autójába, közös szolgálatokat fogunk egymásnak válvetve ellátni, és reméljük, hogy ezt az évet, miután a koronavírus helyzet befejeződik, és rendezhetünk rendezvényeket, akkor mi is végre azt a feladatellátásunkat is tudjuk csinálni, amit annak idején vállaltunk az önkormányzat fele. A pénzügyi stabilitásunk megvan, tehát az önkormányzat és a megyei szövetség adja a tavaly adott összeget, tehát így erre már tervezni tudjuk ezt az évet, tehát úgy gondolom, hogy anyagi vagy likviditási problémánk nem lesz. Nagyon szeretnénk, hogyha már végre kicsit kimozdulhatnánk mi is a beszürkült hétköznapokból, ami ugye nekünk ad munkát, mert 8 óra után kiárási tilalom betartása az egyik fontos feladatunk, ugye meg a társszervekkel való közös munka, tehát a polgárok ugyanúgy járnak szolgálatba, meg járhatnak is 8 óra után, ugye ez elvárás, de viszont nagyon szeretnénk azért részt venni rendezvényeken, megígérni nem tudom. Mi örülnénk a legjobban, hogyha egy-két rendezvényen végre már kicsit kiszabadulhatnának az emberek is az otthonukból, amit meg mi le tudnánk biztosítani, és részt vehetnénk egy közösségi rendezvényen is már végre. A 2021-es év mindenképp egy mérföldkő Bátaszékváros Polgárőr Egyesületének életében, hiszen idén ünneplik fennállásuk 30. évfordulóját. Pont ez az évnyitó közgyűlés lett volna egy ünnepi jubileumi közgyűlésünk, ahol is ünnepélyes formában tudtuk volna köszönteni a 30 éves egyesületet. Sajnos ugye ez tolódik. Most nem is szeretnénk ilyen minden héten halasztani egy másik időpontra, ezért már most kitaláltuk, hogy inkább őszre toljuk át, reméljük azért rendeződnek a viszonyok, úgyis ennek a nagyszabású rendezvénynek prominens meghívottakat szeretnénk, tehát nagyon szeretnénk azért a rendőrkapitány urat, aki már jelezte is, hogy itt lesz, de szeretnénk a megyei rendőrfőkapitány urat meghívni, dandártábornok urat, nagyon szeretnénk, ha a megyei polgárőrelnökünk mellett a Túrós András országos polgárszövetség elnök is itt lenne, itt is nagy a remény rá, hogy eljön, mert ő az irodátadónkon itt volt 3 éve. Ugye a katasztrofaidőn megyei igazgatója régi jó barátunk, tehát az ő szemében szinte biztosra veszem, hogy katasztrofaidőn magas szinten fogja képviselni magát, és minden társszervünktől szeretnénk olyan magasan embereket, akik ezt az ünnepi rendezvényt még színesebbé tudják tenni majd. Bár számos eseménye maradt el a Bátaszéki Felvidék Néptánc Egyesületnek, mégsem volt teljesen eseménytelen a 2020-as év. Többek között a 20. születésnapját ünnepelhette a csoport, és egy kisfilmet is készítettek Trianon 100. évfordulójának alkalmából. Az egyesület elnöke szerint még nem tudni, hogyan alakul az idei évük, de pozitívan néznek előre, de minél több tervezett programot tudnak majd megvalósítani.
a Bátaszéki Felvidék Néptánc Egyesület 2000-ben alakult. Nagy örömükre szolgál, hogy kezdetben egy felnőtt csoporttal indultak, azóta azonban bővültek. A klub mára 4 korcsoporttal rendelkezik. Felnőtt, utánpótlás, aprók és tipegő korosztállyal. A klub elnöke azt mondja, megközelítőleg 80 tagja van az egyesületnek. A tipegőknél a babák, akik még ugye nem óvodáskorúak, ők babázó, játszó, tehát ők inkább csak ismerkednek a hangokkal, mondókákkal. Az apróink azok az óvodáskorú gyerekek, őket Szabóné Béda Anita tanítja és irányítja. Utánuk következnek az utánpótlás korcsoportúak, ők az iskolások, és hát ugye a felnőttek azok a 18-tól 99-ig. A tavalyi év az, hát ugye a vírushelyzet miatt nagyon nehéz év volt az egyesület számára. Nem kezdem el ecsetelni, mert szerintem mindenki tudja, hogy miről beszélek. Tehát, hogyha egy egyesületről beszélünk, egy ember csoportról, közösségről, ugye nagyon-nagyon megnehezíti az életet, a működést, a fennmaradást az, hogyha nem találkozhatunk. Ha nincsenek közös élmények, programok, nem tudunk együtt lenni. A tavalyi év az sajnos ilyen volt, de ennek ellenére szerencsésnek mondom magunkat, mert volt azért jó pár program, esemény, amit meg tudtunk tartani, természetesen a szabályok betartásával és betartatásával, de számos program volt. Nagyon-nagyon jól indult az évünk. Márciusban egy táncoskánk, Zörényi Dávid, Mohácson elnyerte a Baranya kiváló gyermektáncosa címet, aztán a felnőtt csoport női és lány tagjai a Tolna megyei Cinege Madár népzenei versenyen aranyminősítést kaptak, illetve Kóta országos aranyminősítést, és ezután jött ugye a rendelet, a karantén, a szabályozások, így az aktív működésünk az leállt, tehát az eredményes és sikeres kezdés után egy kicsi visszaesés következett. Bár az egyesület működése kis időre leállt, a tagok mégis szerettek volna méltó módon megemlékezni az ország szétszakításának 100. évfordulójáról. Májusban egyesületünk kezdeményezésére sikerült a várost, illetve a Bátaszékért Marketing Nonprofit Kft-t bevonni egy kisfilm készítésébe. Elkészítettünk egy kisfilmet a Trianon 100 emlékére, tehát Bátaszék is méltóképpen megemlékezett ugye a nemzet szétszakításának 100 éves évfordulójára. Itt a 3 főnépcsoport, a németek, a székelyek és a felvidékiek közösen szerepelnek a kisfilmbe, táncolnak, és közvetítjük azt, hogy összetartozunk. Tehát nem csak régen, még ma is megvan bennünk ez a szándék, ez az akarat és a lét. Tehát, hogy együtt élünk, együtt lélegzünk, együtt táncolunk, és nagyon-nagyon jól sikerült ez a kisfilm. A számos tervezett program közül a felvidéki est volt az egyik olyan esemény, melyet sikerült megtartania a néptánc csoportnak. Biztosra mentünk, és itt a művelődési ház adott helyet a programnak. A gyerekprogram után a felnőtteknek készültünk, a Parapács zenekar jött Agó Csatillával, és ők adtak egy kis betekintést a felvidéki népzene gyönyöreibe, tanultunk énekeket, táncoltak egyébként a táncosaink, és nagy élmény volt, hogy a Parapács zenekar kísérte őket. Tehát egy nagyon hangulatos estet töltöttünk együtt. Ez nagy öröm volt nekünk, hogy ez megvalósulhatott, ugyanis szerencsére, tehát ennek is nagyon örülünk, hogy számos pályázati lehetőségünk volt a tavalyi évben. Ugye a Csóri Sándor alaptól kaptunk támogatást, illetve Bátaszék város önkormányzata is támogatott minket.
Augusztusban Dávidunk megint szóló táncversenyre ment, augusztus 29-én Szekszárdon a Dél-Dunántúli hagyományőrző szóló táncversenyen aranyminősítést kapott. Ennek is nagyon örültünk, és ezért, mert ő ilyen eredményesen, tehát annak ellenére, hogy ilyen nehéz és körülményes volt ez a múlt évünk, tehát ő saját maga készült föl, és önszorgalomból képezte magát a versenyekre, nagy részt. Természetesen az egyesület tagjai, felkészítő tanárai segítették, de nagy mértékben Dávidon múlt ez a siker. Ezért ő decemberben megkapta a Fiatalok a Városért elismerést, ugye Bátaszékvárostól, melyet dr. Bozsélik Róbert polgármester úr adott át neki. Az augusztusi sikerek után októberben még egy budapesti kiránduláson is részt vehetett az egyesület. A Rákóczi Szövetség. A Rákóczi Szövetség is minden évben segíti a munkánkat, és ebben a kritikus 2020-as évben kiírtak egy olyan pályázatot, melyre mindenkinek lehetett ugye pályázatot benyújtani, honismereti kirándulás címmel. Egyesületünk élt ezzel a lehetőséggel, és azon tagjaink, akik október 24-én felmerték vállalni azt, hogy Budapestre elutaznak, és ott különböző érdekességeket és emlékhelyeket megnéznek, fölültünk egy buszra, és az egyesület elment kirándulni. Komoly dolgokkal foglalkoztunk, komoly dolgokat néztünk, Fiumei úti sírkertben voltunk, híres emberek sírját néztünk, gyújtottunk gyertyát némelyiknek. Aztán a Kossuth téren az 56-os kiállítást néztük meg, illetve ugye az összetartozás emlékhelyét, amely a Trianon 100 alkalmából készült. Tehát elég nyomasztó volt ezt a sok mindent így egy nap alatt látni, de mégis nagyon jó érzéssel jöttünk haza, tehát mindenki, aki eljött, az nagyon örült, hogy ezeket láthatta. Ezek semminek tűnő programok, de ugye itt a karantén után, illetve a nyár folyamán, tehát nem nagyon volt lehetősége az egyesületnek arra, hogy aktívan együtt legyen, próbáljunk, dolgozzunk. Tehát ezek viszonylag nagyobb megmérettetések, megmutatkozások voltak. Tehát annak ellenére, hogy nem a hagyományos módon zajlott az egyesületnek az élete, mégis azt gondolom, hogy kihoztuk a maximumot a tavalyi évből, és színvonalas módon képviseltük magunkat, illetve a felvidékieket. Itt beszélhetünk ugye a Dávid eredményeiről, beszélhetünk a fellépéseinkről, az ünnepi testületen nyújtott műsorunkról, illetve hát októberben a jubileumi gála műsorunk. A Néptánc Egyesület elnöke azt mondja, bár még nem tudni, hogy alakul az idei év, pozitívan tekintenek előre, és számos programmal készülnek. Itt az elmúlt egy év, másfél év lemaradásait, tehát itt a csapatépítést, az újra a kondíció, a koreográfiák frissítése, tehát én azt gondolom, hogy ez nyárra már talán megvalósulhat, tehát tánctáborokat mindenféleképpen szervezünk minden csoportunknak, illetve a népi játszónkat, ami nem kimondottan az egyesület tagjainak, hanem bárkinek szól. Ide főleg a kisiskolás és óvodás korosztályúakat várjuk. Bízom abba, hogy 2021-ben már együtt tudjuk várni a karácsonyt, és az adventi időszakban egy évzáró, egyben karácsonyváró műsort meg tudunk tartani az egyesülettel.
A Bálta-széki Napsugár nyugdíjas klub tagjai nagyon várják már, hogy újra összeülhessenek azokon a bizonyos szerdákon. Mikóczi Jánosné, az egyesület vezetője elmondta, nagyon nehéz időszakot élnek most át, de reménykednek a korlátozások mielőbbi enyhítésében. A több mint 30 tagot számláló közösségbe bárki jelentkezhet, szeretettel várják. A több mint 40 éves Bálta-széki Napsugár nyugdíjas egyesület életét is megnehezítette a koronavírus járvány. Sok mindenről le kellett mondania a tagoknak évközben, de ami a legjobban megviselte őket, hogy az összejövetelektől is elbúcsúzhattak egy időre. Az egyesület vezetője és helyettese mesélt stábunknak. Jó kis csapatot vettem át, mert nagyon egy szeretetteljes emberek. Egyszerű emberek vagyunk, de szeretünk táncolni, vidámkodni, kirándulni. Ez egy kicsit most megszűnt, a járvány véget, ami szomorú. Egy kicsit eltávolodtak az emberek is. Mi úgy amennyire páran vagyunk, akik tudunk interneten beszélni, úgy akkor azért megvan, hogy hello, hello, meg telefonon, de már nagyon várjuk, hogy megint újra együtt legyünk és vidámkodjunk. Környező faluba egymást meg szoktuk hívni, ebéddel sütünk finom süteményeket. Szóval ez nagyon hiányzik mindenkinek az életéből, mert minden héten egyszer szerdán össze szoktunk jönni, és jó együtt azért. Na, akkor az egy olyan hét, hogy akkor az a szerdai nap az csak a miénk, igaz, Terike? Hiányzik, nagyon hiányzik. Amikor összejövetelek vannak szerdán, és amikor már nincsen olyan, amit meg kellene beszélni, utána akkor már szoktunk egy kicsikét énekelni. Az az igazság, hogy mi nem a fiatal, ugye hát idősebb generációk vagyunk, és mi szeretjük nagyon a magyar nótákat énekelni, a régieket, amit már hát nem felejtettünk el, de azért jó újra föleleveníteni, és hú, de régen hallottam, hogy még ezt is tudjuk, meg azt is. És mindenki, tényleg, akkor szoktuk olyat csinálni, hogy van egy új belépő, akkor annak van egy énekszáma, akit minden belépőnek elénekelünk, és akkor körbe megyünk, megkérdezzük mindenkinek, hogy mi a nótája, és akkor elénekeljük azt is. 33 tagunk volt tavaly, hát hogy az idén, úgy mikor fogunk megint összejönni, azt nem tudjuk, de nagyon-nagyon várjuk. Nagyon-nagyon rossz egyedül otthon mindenkinek. Mondhatom azt, hogy érdekes módon most 5 éve, hogy én is itt vagyok, és annyira kötődünk egymáshoz, hogyha az úton is találkozunk, üdvözöljük egymást nagy örömmel, amikor még lehetett, még puszilkodtunk is, de most már ugye nem lehet. De hát telefonon így, ha megkérdezzük, hogy vagy mindenki azt mondja, mikor jövünk össze, mert nagyon-nagyon rossz otthon. De vajon mik is történnek ezeken a szerdai összejöveteleken? Hát beszélgetünk sok mindenről, nagyjából azért beavatjuk a család életünkbe, hogy na most te hol voltál, vagy hol nyaraltál, vagy éppen mit főztél. Szóval ilyen egyszerű dolgok, de tulajdonképpen akkor a rendezvényekről beszélünk mindig, hogy telt el, mi volt a hiba, mit kell máskor jobban csinálni, ez kéne, meg úgy kéne. Hát evel is, akkor utána meg általában végig nótázunk, ez az ilyen. Akkor mindenki elmondja a nótáját, és akkor közösen elénekeljük. Ami nagyon, én amikor legelőször én rábeszéltek, hogy menjek el és jelenkezek, ahol mondom, ilyen sok idegen ember közé. Én végig zokogtam, ahogy befogadtak. Esküszöm. Én is. És akkor elénekelték az Akácos út. Hát én végig zokogtam az egész számot, és annyira megható volt, hogy köszöntünk nyugdíjasokat. Hát szóval új tagnak ez annyira egy felemelő érzés volt, hogy hát nekem itt a helyem akkor. Én megmondom, hogy nekem végig sírtam. Na, de örömmel is. Én utána onnantól kezdve én nagyon szívesen jártam meg. Kedvesen fogadtak. Például a Terike, ma az volt neki az első. 20 perc, hogy figyelj, akkor te kórus tag leszel, igaz? Hát persze mondom. Úgyhogy nagyon jó kis társulat. Na, ezt végül is úgy kaptam, hogy én kaptam a Margittól, aki engemet úgy beoldott meg a társaság. Én úgy érzem, hogy megszeretett, meg befogadott, úgyhogy szeretném továbbra is jót csinálni, hogy mindenkinek eleget tegyek meg, hogy szép legyen továbbra is. Csak remélem, újjon el ez az egész. Én se akartam jönni, mert abszolút nem akartam jönni, és rábeszéltek.
volt egy olyan időszak, amikor az nagyon-nagyon jól jött, és amikor azt elénekelték, azt a belépőt, hát az... meg mindenki. Én meglepődtem, de nagyon-nagyon szívhez szóló volt, és én akkor azt gondoltam, hogy nekem itt a helyem, és nekem ez lesz a kikapcsolódás, nem pedig otthon mindig csak a gondokkal, a bajokkal foglalkozni. Mi mind 70 éven felüliek vagyunk, sokan, hát nem mindenki, de sokan. És egyedülálló, és olyan nagyon rossz, amikor tényleg otthon vagyunk, és csak nézünk ki az ablakon, ez az igazság. És az utca is néma, nem járnak emberek, és akkor gondolnak ránk, szóval ez nagyon-nagyon jó. És mi azért érezzük jól magunkat, mert egy héten egyszer azon a szerdai napon összejövünk, és akkor örülünk egymásnak. Legalább van ahova elmenni, mert van célunk, mert tudjuk, hogy szerdán ide kell jönni. Sajnos közülünk is hárman meghaltak. Nem tudom most, hogy a járvány véget vagy nem, de ritkulunk. És ezáltal szeretném mindenkit köszönteni távolról, hogy jó lenne ma újra együtt, és reméljük eljön, megteszünk mindent azért mi is, hogy újra együtt legyünk, és várjuk az új jelenkezőket is, hogy egy kicsit frissítve legyen az egész. És hogy lehet csatlakozni ehhez a közösséghez? Simán csak jönni, és már így van. Ilyen szeretettel befogadjuk nótával, meg minden. Szívesen várunk mindenkit. Mit? A nóttával, ez a belépő. Ez a szerdai nap tartja bennünk a lelket, így igaz. És akkor jönnek ezek a programok, hisz azért vagyunk, támogatást is, hogyha kapunk, akkor el kell nekünk azt költeni, meg kell indokolni, hogy mire költjük, és igyekszünk, hogy mindenki, és érdekes, hogyha máskor nem is jön el mindenki, de akkor együtt vagyunk. A nyugdíjas klub tagjainak kész tervei vannak, mihez kezdenek majd, ha véget ér a pandémia. Az első dolgunk, azt mondtuk, hogy tényleg csinálunk egy nagy bulit, az lesz az első. Finom ebédet. Mert akkor eljön mindenki, és akkor olyankor van ebéd, mi sütünk süteményt, van zenekarunk, és akkor, ha felcsendül a zene, akkor már mindenki, hát 99% majdnem mind nők vagyunk, és mégis jól érezzük magunkat. Valóban nem tart nagyon sokáig, mert végül is olyan nagyon sokáig nem tudunk táncolni sem, mert ennek a lába, de akkor bírja. Sose fáj a lábunk, hallod? De akkor nem fáj a lábunk. Köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!